Akkor lehet. Kérlek szépen, értékeld nekünk a szlovákiai futamot, hogy láttad. Ugye a pole pozícióban indulhattál, aztán jött két szerencsétlen ütközés. Igen, alapvetően én azt gondolom, hogy volt már rosszabb verseny hétvégénk is, mint az elmúlt ugye szlovák verseny hétvége. Nagyon büszke vagyok ugye a csapatra, hogy ekkora előrelépést tudunk elérni az autóval, mert nekem a szombati pole pozíció az gyakorlatilag felért egy futamgyőzelemmel, és nagyon-nagyon bíztam a vasárnapi első futamba, mert tudtam, hogy nagyon meleg lesz, ugye ez a hátsó kerékhajtásnak alapvetően segít, és azt is tudtam, hogy a versenytávot tekintve is gyorsak lehetünk, hogy ilyen szempontból arra számítottam, hogy egy jó rajtal esélyem lesz harcolni a futamgyőzelemért. Aztán sajnos jött ez a két bizonyos incidens, ami hát szerencsétlen volt, mert ugye mind a két esetnél húztam a rövidebbet, de hát ez benne van sajnos. Hát nyilván nagyon-nagyon mérges voltam, főleg a második eset után, de hát nincs még semmi veszve. Ugye a negyedik verseny hétvégén idáig kétszer volt esélyünk önerőből a futamgyőzelemért harcolni, amit én nagyon-nagyon pozitív dologként élek meg. És én azt gondolom, hogy ezek az élmények, főleg ugye a pole pozíció kapcsán, messze elnyomták a negatív dolgokat. Ugye a második esetnél a pilóta kapott büntetést, Tarquini viszont nem. Erről mi a véleményed? Hát nekem egyértelmű volt a szituáció. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a büntetés járt volna, de nyilván meghallgatták mind a két felet az esetről. Én elmondtam, hogy nekem mi a véleményem, azt nem tudom, hogy ők mit beszéltek meg, amikor ugye a Tarquin is benn volt. Összességében azt gondolom, hogy innentől kezdve csak az ő feladatuk eldönteni azt, hogy most ez megért büntetés, vagy nem. Rajtam ez olyan nagyon sokat nem segített volna már, hogyha utólag megbüntetik, ugye a hatodikról lehet, hogy lehettem volna a ötödik, de ugye az sem lett volna a dobogós helyezés, úgyhogy nekem igazából most nem azt mondom, hogy teljesen mindegy volt, mert nyilván jelzésértékű büntetés azért nem ártott volna, de nyilván volt oka annak, hogy nem lett megbüntetve, úgyhogy ilyen szempontból, hát most sajnos így jártunk, de mondom, én nagyon keveset foglalkoztam már az eset után a történtekkel, mert egyszerűen a szombati pozitív dolgok azok elnyomták a vasárnapiakat. Sikerült beszélned a pilótákkal amúgy? Igen, beszéltem, ugye Tarquini rögtön jött, nagyon aranyos volt, mert tényleg láttam rajta, hogy őszintén bocsánatot kér, és nekem onnantól kezdve is volt intézve a dolog. Később megnéztem a felvételt is, abszolút elhiszem neki azt, amit mondott, tehát hogy próbált fékezni, nem tudott már megállni, ugye kibillent az autó az egyensúlyából. Úgyhogy nekem inkább a második esettel kapcsolatban volt egy kicsit keserű a szájízem, ugye az nekem teljesen egyértelmű volt. Utána Müller is jött bocsánatot kérni, de mindjárt ugye hozzátette azt is, hogy igazából én hibáztam az esetnél, mert nyomtam a gázt. És amit ő ugye nem tud, az, hogy az én autóm az lefullad, hogy csak így nyomom a kuplungot egy ilyen esetnél. És én azért léptem rá a gázra, hogy lehetőleg a pördülés után minél hamarabb egyenesre álljak. Tehát az első pillanatban én sem vagyok már annyira hülye a BMW vezetéséhez, hogy azt hiszem, hogy teli gázzal tudom egyenesbe állítani. Úgyhogy ilyen szempontból igen, nem azt mondom, hogy haragszom rá, mert nyilván ez a jó dolga, hogy mit mond, de azt gondolom, hogy nem volt fel részéről, hogy engem ez az egyértelmű eset után negatívan tüntet fel, úgyhogy hát ilyen szempontból szerencsétlen volt sajnos az eset, elfogadtam mindkét ütközés után a bocsánatkérést, és innentől kezdve nekem gyakorlatilag már ami elmúlt, az elmúlt, és onnantól már csak előre próbálok nézni. Készültetek most valamit a hétvégére? Hát különösebben nem készültünk, ugye tavaly is versenyeztünk már ezen a pályán. De én azt gondolom, hogy az autóval nagyon sokat haladtunk, főleg a szezon folyamán és főleg a Szlovákia ringen, úgyhogy ilyen szempontból remélem, hogy teljes mértékben fel vagyunk készülve. Mik az elvárások a holnapi, illetve a vasárnapi napra? Hát nehéz pontos elvárásokat megfogalmazni. Ugye tavaly láthattuk, hogy az autónak fekszik a pálya. Szlovákia ringi pole pozíció után én azt mondom, hogy az elsőtől a tizedik helyezésig bármi benne lehet, mondjuk az időmérőben. Nagyon-nagyon remélem, hogy az első 10 közé tudom kvalifikálni magam. Utána pedig valamelyik versenyen szeretnék a dobogóra állni. Nagyon szépen köszönöm, és akkor sok sikert kívánok neked. És köszönöm.